Szervusztok, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok meghívásunkat. A győri nyárzáró július végi beharangozó sajtótájékoztatója itt derült ki hivatalosan is, hogy 2021-ben a legmenőbb magyar rockbanda a Tankcsapda lép fel a Városháza előtti téren. A polgármester szerint a legjobb választás a debreceni csapat, akik bárhol is játszanak, mindenhol imádják őket. A jól bevált régi helyszínt választottuk. Hogy a kreativitásunk nem volt túl erőteljes ebben a kérdésben, viszont a bevált helyszín az garancia arra, hogy sokan el tudnak jönni, és a buli jó lesz, arra pedig a Tankcsapda a garancia. Az időpontot azért nem augusztus 20-át választottuk, mert augusztus 20-án arra gondoltunk, hogy az emberek még sokan nincsenek itthon, és miután a cél az volt, hogy sokan eljöjjenek, ezért ne állítsuk dilemma elé az embereket, hogy vagy nem tudják befejezni a nyaralásukat, vagy pedig nem fogják látni a Tankcsapdát, úgyhogy ezért tettük augusztus végére a koncert időpontját. A Tankcsapdáért kapkodnak a különböző fesztiválok és városok, mégis a csapat frontembere a sajtótájékoztatón azt mondta, különleges dolog, hogy éppen ők zárhatják a nyarat a 750 éves Győrben. De annyi emlék, meg annyi tök jó emléköt engem személy szerint, meg a zenekart is Győrhöz, meg így most néztem itt, na minden is kezdek bele, mert lehetne nosztalgiázni, meg mindenféle dolgot elmondani. Egy dolog azonban biztos megtisztelő az, hogy debreceni zenekar létünkre mi lehetünk azok, akik a 750 éves győri városalapításnak a mondjuk úgy a rendezvény sorozatnak egyfajta égköveként augusztus legvégén koncertezhetünk itt. A fellépés helyszínén híradónkkal egy időben már javában épül a speciális forgószínpad a Városháza előtt. A belváros egy részét hermetikusan lezárják majd a koncert idejére, ahova csak védettség igazolvánnyal lehet majd belépni, de ismerve a Tankcsapda hangszintjét, az egész város az ő zenéjükre bulizik szombaton, késő este.